Örömmel látjuk, hogy már járóképes vagy, ha még a gipszel is. Hogy van a lábad? Hát köszönöm szépen, most már hál' Istennek jobban, ugye az első két hét az azért nehezebb volt, ugye fekvő gipszem volt, úgyhogy abban a másfél hétben gyakorlatilag csak feküdtem. Most, hogy már megkaptam ezt a járógipszet, azért így könnyebben mozgok, illetve hál' Istennek itt tudok lenni a társakkal a pályán, illetve biciklizni azért tudok, illetve a felsőtestemre tudok erősíteni. Hát sajnos a pályán szombaton a haladás ellen nem lehetsz még ott. Hát nagyon sajnálom, hogy nem tudok ellenük pályára lépni, és hogy igazából gyakorlatilag ebbe a fél szezonban már kevés az esély, hogy játszani tudjak. Hát azért még lehetséges, hiszen még két meccsünk lesz ellenük. Igen, szóval ugye majd a tavaszi szezonban mindenképpen, akkor remélem, hogy nem fog akadályozni ebben semmi. Egy összeszokott társaság, jól ötözik igazából az idősebbek, illetve a fiatalabbaknak az elegyét, illetve ugye ott van Király Gábor, aki hátul azért rutinjában nagyon sokat segít a csapatnak, bár most ugye Halmosi Péter nincs a csapattal, az ő személy, és azt gondolom, hogy nagyon sokat számít. Úgyhogy egy jó, masszív csapat, azt gondolom, a haladás, főleg hazai pályán, úgyhogy biztos nehéz mérkőzés lesz. A következő ellenfelünket, a haladást, azt hiszem te ismered a legjobban, hiszen tavaly ősszel még az ő labdarúgójuk voltál. Igen, mindenképpen vegyes érzelmekkel megyek oda, mert úgymond Szombathely a második otthonom. Nagyszerű közönség fog minket fogadni. A haladás mindenképpen hazai pályán jobb, mint idegenben. Egy nagyon stabil csapat, együtt vannak már azért elég régóta. Bízom benne, hogy tudunk nyerni ismét, és hogy a haladást meg tudjuk előzni a tabellán, hiszen egy ponttal vannak előttünk.